Csányi Sándor szerint mindenképpen indokolatlan, hogy a pénzügyi szektor többi szereplője fizesse meg a Questor által okozott hiányt. Az OTP vezére az RTL2-n azt mondta, kérdés, hogy minden kötvény után jót kell állnia a befektetésvédelmi alapnak. Csányi reagált Lázár János kijelentéseire is, amelyben az ő kitüntetését kritizálta. Azt mondta, hagyományosan rossz a kapcsolatuk Lázárral. A hólabda elgurult valamikor, keletkezett egy hiány, amit abban a percben nem kezeltek a tulajdonosok, a menedzsment, és hát később a hólabda effektus kapcsán egy nagy hiány keletkezett, ami mára pukkant ki. Így látja a broker botrány Csányi Sándor. Az OTP elnök vezérigazgatója az RTL-en Baló György műsorában azt mondta, kérdés, hogy azok a kötvények, amelyeket nem szabályosan bocsátottak ki, azok kötvényeke, és vonatkozik-e rájuk a befektetésvédelmi alapbiztosítása. A befektetési szolgáltatók tevékenységét központilag szabályozzák, központilag ellenőrzik, mi fizetjük a felügyeleti díjat, mi fizetjük a biztosítási díjat a befektetésvédelmi alapnak, és semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni az eseményeket, tehát mindenképpen indokolatlan, hogy a szektor többi szereplője fizesse meg a hiányt. Lázár János szerint a Questor ügynek és Csányi nyilatkozatának is van tanulsága. A politika, a bankárok, a brókerek és a pénzügyesek közé az eddigieknél komolyabb falat kell húzni. Ez az ügy is csak abban erősített meg, hogy ezek minden kormány alatt, minden politikusnál pénzt akarnak keresni. Ezt csinálták az elmúlt 4 évben, ezt csinálták az elmúlt 25 esztendőben. Az OTP vezér egyébként kitért a Lázár Jánossal való kapcsolatára. A miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis a napokban azt nyilatkozta az Indexnek, nem ért egyet Csányi Sándor március 15-i állami kitüntetésével. Lázár még azt is hozzátette, azért az mindenkinek sokkal jobb, ha a kormányot keresztet a bankároknak, mintha azok válnának az ország keresztjévé. A bankvezér ezt nem hagyta szó nélkül. Hagyományosan rossz kapcsolatunk miatt ezen nem lepődtem meg, azon már inkább meglepődtem, hogy Lázár János most már nyíltan is bírálja Orbán Viktor döntéseit. Mert hiszen, ahogy ő is elmondta, ezt a döntést nem ő hozta, hanem a miniszteren. Lázár János és Csányi Sándor pengeváltása nem új keletű. Az OTP vezér 2013. júliusában az ATV kérdésére is elmondta róla a véleményét. Nagyon tehetséges politikus, jó szervező. Láthatjuk, milyen jól elintézte a trafikügyet is, nem? Néhány héttel később meg is jött Lázár János válasza. Nincs más választása, mint ennek a engem lesajnáló és lenéző megjegyzésnek a tudomásul vétele, hiszen mégiscsak Csányi Sándor az ország első számú uzsorása, ezért bárhogy is páváskodik a devizahitelesektől szerzett milliárdjaival, én természetesen meghunyászkodom és tudomásul veszem, hogy egy ekkora ember engem tehetségtelen vagy ilyen-olyan más jelzővel illet. Tudomásul kell vennünk. Lázár János korábban a 444-nek adott interjújában azt is mondta, hogy Csányi polip módjára hálózza be az egész országot.